Sziasztok, köszöntelek benneteket, én Hullander vagyok, és hát akkor nézzük is a napi dübörgést az Airfield nevezetű pályán, a VK3002D közepes tankommal. Ahogy láthatjátok, egyébként új tornyot szereltem rá, több töltény fér a lőszerraktáramba, illetve az életem száma is megnőtt valamelyest, úgyhogy egész elégedett vagyok a toronnyal, hogy a francban nem lennék igazából egy jobb toronnyal elégedett. Úgy kezdtem a videót, hogy kezdjük a napi dübörgést. Hát igazából én, amit ti nem látjátok azt, hogy én min estem át ma, ezt nem hívnám napi dübörgésnek. Tehát körülbelül 3 órája próbálok egy darab olyan videót fölvenni, amelyikre azt mondom, hogy kirakható YouTube-ra. Vagy a csapat összeállítás volt szörnyű, vagy én bénáztam el, fél perc alatt kilőttek. Összességében véve az elmúlt 3 óra hosszám az úgy nézett ki, hogy pontosan egy csatát megnyertem, ez körülbelül 10 perc volt, és onnantól kezdve a maradék 2 óra 50 perc az pedig vesztés folyamatosan, úgyhogy szörnyű. Bár ahogy most elnézem, ismét nem túl jók a kilátások, rengeteg sok 9-es van ellenünk, akik ellen pedig nem sokat érek. Na, de a panaszkodás után térjünk vissza a meccshez. 1050 életponttal rendelkező kis könnyű tank felderít. Remélhetőleg nem sok sikerrel, hogyha ott felmenne a dombon, akkor talán még én is rálátnék. Áj, de nem elég jó az ágyúnak a süllyedése. És mire meg már jó lett volna az ágyúnak a süllyedése, addigra elment, de aztán újra előjött, és nem is sikerült normálisan eltalálnom, hiszen lepattant a töltény, most eltaláltam. Na, és vajon a találat, és enyém a találat, végre elmondhatom, hogy ma is sikerült valakit kilőni. Ja, el sem hiszitek, hogy ez milyen jó érzés, komolyan mondom. Na, remélhetőleg akkor ez a sorozat már nem szakad meg. Mik vannak ellenünk? Egy Tigris 1, illetve egy ST 1. És velünk pedig egy Jagdtiger, illetve egy KV-4. És fölül egy Chiri és szintén egy Tigris 1, és közben egy T-30-as megérkezett nekik erősítésképpen. Nem tudom igazából mit kellene tenni, hogy kellene mozogni, hogyha a térképen megnézitek, ugye itt állok a repülőtérnek a szélén, a repülőtérnek a túloldalát védi 2, illetve 3 páncéltörő ágyú, mi meg itt középen megpróbálunk áttörni. Tartok tőle, hogy szemben, a szembülső oldalon is, sőt valószínűsítem, hogy mondjuk ott, remélhetőleg el is találtam, illetve sebzést is okoztam neki, ott is vannak páncéltörő ágyúk. Úgyhogy emiatt nem merek innen oldalból körben betámadni, és közben egy kis random FPS drop, leesett az FPS-em, fogalmam nincsen igazából miért, egész nap ezt csinálta a gép. Nem tudom, megpróbálom orvosolni, csak tényleg szeretnék már egy újévi videót feltenni. És nem láttam rá a T-34-esre, pedig nagy öröm lett volna. Nézzük, Jagdtiger barátunk mit szeretne itt ezen az oldalon. Remélem senki nem szeretne bennünket körbe keríteni. És ahogy látom, egész szépen halad az áttörés egyébként. De a Jagdtiger az körbe jön? Nem jön körbe szerencsére. Vagyis hát nagyon remélem. KV-4-es még jól áll, a mi Jagdtigerünk is jól áll, sőt, itt fönt a Tigris 1 és a Chiri is vígan el vannak még, habár most a KV-4-est hátba találták, vagyis hát motoron találták. Na nézzük, mit lehetne tenni. Úgy gondolom, hogy itt az idő, most kell megtámadni őket, oldalba kapni. Igazából pont akit kilőttek, ő lett volna a célpontom. ST1. Na jó, nem kell az ST1-es elé menni. Az a baj, hogy itt most már csak 9-es szintű harckocsik vannak, ami nem jó. Ami nem jó, hiszen nem nagyon van esélyem az átlövésre. 8-asok. Mi oldalunk a 8-ason védik a területet, illetve az a Jagdtiger, aki egy 9-es szintű, ott pedig egy AT-7, akire a domborzati viszonyok miatt nem látok rá, és nem is merek kijebb jönni, pont ő miatta, ez az ST-1-es miatt. E-25, jó, haladjunk odébb, és közben már nincsen rálátásunk
erre a páncéltörő ágyúra talán Jak Tiger volt, nem? T-30-as, de most már ismét rálátásunk van, hál' Istennek. Jó, jó, úgy érzem, hogy ez egy jó csata lesz, győztes csata lesz. Hát reméljük a legjobbakat, remélem, hogy pont most nem fognak kilőni. És közben pedig hihetetlen FPS-em esik. Olyan ennek utána kell nézni, mert ez így nagyon zavaró. Gondolom nézni is, meg hát igazából játszani is, elértitek. Na, nézzük a helyzetet. WZ indul előre felderíteni. Remélhetőleg a ellenségnek a szemben beágyazott egységeire rálátunk. Azonban nem. Egyrészt nem is látok rá, másrészt viszont, hogyha rálátnék, akkor sem mennék vele sokra, hiszen ez még mindig 9-es, ez az IS-8-as. Nincsen szerencsém most ezekkel a arckocsikkal, folyamatosan 9-esekbe ütközök bele. IS, ide néz. Ide nézett, de nem talált el. Próbáljunk bevinni egy lövést, aztán utána inkább már pucolás is el, mert nem lenne jó, hogyha az IS rám látna, nem lenne jó vele szemezgetni. Na nézzük, T-28 Prot és egy IS. Remélhetőleg, hogyha megnézitek a térképet, időben meg fog érkezni a körbekaroló, átkaroló hadművelet, és nem fog ez a kis védekező alakulat lejjebb vonulni. Ott látni is a T-28-as tornyát, és a T-28-asat kiszedtük. Már csak az IS-8, amelyik egy komolyabb ellenfél, és ő itt is van, és lát is bennünket. Egy pillanatra kipirosodott, azaz láttam, de innentől kezdve már előnyös pozícióban vagyunk. Hogyha megnézitek, sikerült az átkarolás, indul is a WZ, Isú is. Úgyhogy remélhetőleg most nem felém néz a tornya, mert akkor jó lenne, hogyha sikerülne mondjuk hátba kapni. Egy kritikál, és most néz engem. És nem én lőttem át, de hát szerencsére, amíg engem célzott, illetve töltött, vagyis hát igazából nem tudom, hogy mit csinált, addig kiszedték nekem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy elég izgalmas meccs volt, ez most tetszett. Attól függetlenül, hogy összességében 2 darab átlövésem volt, illetve hát egy pár segítség kilövésben, és hát arról az egy darab megsemmisítésről nem is beszélve, amit ugye a legelején vittem véghez, az a könnyű tank ellen. Úgyhogy még egyszer, hogy csak magamat ismételjem, nekem kifejezetten tetszett. Izgalmas, lendületes csata volt, a csapat is lendületesen játszott, úgyhogy végtére is győztünk. Ennyi lett volna ez a rész. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és hát ezúton szeretnék nektek boldog új évet kívánni, hiszen az általam föltöltött valószínűleg első videó 2014-ben ez a mai. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmeteket, írjátok kommentben a véleményeteket meg, és tartsatok velem a 2014-es évben is. Én Hullander voltam, sziasztok! Sikerült! Fölvettem egy értelmes részt!